hazába fel, úgy vágyom innenel. A föld sötétjét hagyjam itt, és lássam a menny fényeit, hol Jézus várja már elfáradt gyermekét. Ott ének és hála eláraszt minden szívet, a megváltott szent sereg zeng Jézusnak dicséreke. A bűn és a földi kint ott elfeledjük mind, mert ott lesz Jézus mellettünk, és aranyárfát pengedünk. Az Isten sátora lesz majd ott közöttünk. Ott ének és hála eláraszt minden szívet, a megváltott szent sereg zeng Jézusnak dicséreket. A dicső Jeruzsálem, a szentek városa, ott felharsan a győzelem, a bárány dicső himnusza, az elfáradt sereg megérkezett haza. Ott ének és hála eláraszt minden szívet, a megváltott szent sereg zeng Jézusnak dicséreket. Ott ének és hála eláraszt minden szívet, a megváltott szent sereg zeng Jézusnak dicséreket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztutadása. A mai alkalommal tovább szeretném folytatni azt a beszélgetés sorozatot, amelyet Demeter Dániel lelkipásztorral kezdtünk el a proféciák beteljesedéséről. Az előző alkalmak során a Dániel könyvével foglalkoztunk mélyebben, és megértettük azt, hogy a Dániel könyvének második fejezete hogyan mutatja be azokat a világbirodalmakat, amelyek soron következtek, és hogyan érinti a mi időnket is, milyen jelentősége van napjainkra. Ma szeretném, hogyha ezt a beszélgetést tovább folytatnánk, és most már a Dániel könyvéről, a Jelenések könyvére helyeznénk tekintetünket, hiszen a világ nagyhatalmai nem csak a Dániel könyvében jelennek meg, hanem a Jelenések könyvében is. Kérem, tartsanak velünk a mai alkalommal, és kövessék a mai beszélgetésünket is. Szeretettel köszöntelek, Dániel, a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem, hogy együtt legyünk. Az orosz-ukrán háború kapcsán merült fel annak a lehetősége, hogy újra vizsgáljuk, újra elemezzük a Biblia proféciáit a világbirodalmakkal kapcsolatosan. Ezt el is kezdtük, meg is tettük, és a Dániel könyvének második fejezetét szemügyre vettük nem az előző alkalommal, hanem azt megelőzően. És szeretném, hogy azért egy kis hidat képezzünk a beszélgetések során, ezért utaljunk arra a beszélgetésre, milyen következtetéseket tudunk levonni arról a beszélgetésről. Hát a kedves tévénézők visszaemlékezhetnek arra, hogy konkrétabban Dániel könyvének a második fejezetét tanulmányoztuk, és elemeztük annak részleteit. Átvettük a négy birodalmat, amelyek fölváltották egymást a történelem során, kezdve Babilonnal, utána Médo-Perzsia, Görög és a Római Birodalom. A műsornak a második részében pedig elemeztük az állóképnek az alsó részét, lábszára és a 10 ujja, amelyről Dániel úgy látta, az angyal úgy mutatta be Dánielnek látomásban, hogy azok részint vas és részint agyagból készülnek. És amiképpen az agyag nem egyesül a vassal, és nem áll össze sehogy sem, ezt tudjuk, akképpen a 10 birodalom, ami megszületett, vagy ami létrejött a Római Birodalom bukása után, azok sem fognak egyesülni. És beszéltünk arról, hogy amiután a Római Birodalom megszűnt létezni, a nyugati Római Birodalom 476-ban Krisztus után, akkor 10 országra, vagy 10 nemzetre hullott szét,
tíz nép foglalta el annak a helyét, amelyből majd alakult a Nyugat és Közép-Európának a legfőbb nemzetei mai napig. Egy-egy nép megszűnt létezni, de nagy része megmaradt, és germánok, frankok, angolszászok, és így tovább léteznek. Azt láttuk, hogy annak ellenére, hogy a történelem során többen igyekeztek és próbálkoztak visszaállítani az Egyesült Európát, nem sikerült. És megemlíthettük Nagy Károlyt, ötödik Károlyt, Napóleont, második Wilhelm császárt, Adolf Hitlert, akik mind sorba egymás után arra igyekeztek, hogy egyesítsék Európát egy központi hatalom alatt, és nem sikerült. Szemünk alatt történik a történelem, és látjuk, hogy ezúttal nem a fegyverek által, hiszen addig mindig fegyver útján igyekeztek a nemzetek és az uralkodók egyesíteni az európai nemzeteket, jelenleg nem fegyver által, hanem gazdasági összefogás által. Szemünk előtt látjuk, hogy az Európa nemzetei igyekeznek ismét egyesíteni Európát. Ezt nevezzük Európai Unió. Ezt a projektet látjuk és megéljük mindnyájan. Ha Dániel proféta könyvének a második fejezetére figyelünk, és annak részleteire, akkor előre elmondhatjuk azt, hogy előbb-utóbb ez a projekt szertefoszlik. Mert az Isten elmondta az angyal által világosan Dánielnek, hogy az agyag és a fém nem fog egyesülni. Tehát azt jelenti, hogy előbb-utóbb az Európai Unió projektje, ez a politikai és gazdasági szerkezet, társadalmi szerkezet szertefoszlik, összedől és megszűnik létezni. Egyelőre úgy néz ki, hogy áll, de az Európai Unió szűk 30 éves, fiatal, rövid életű. A történelemhez viszonyítva a 30 év az semmi. Úgyhogy egy ennyi belefér, ez egy mesterséges idő, minimális, elenyésztő. Előbb-utóbb várható az, hogy ez a projekt megszűnik, de nem tudjuk, hogy hogy. És akkor beszéltünk arról, hogy az orosz-ukrán háború lehet egy katalizátorja annak, hogy az Európai Unió projekt megszűnik. Ez a fegyveres konfliktus lehet az Európai Uniónak a bukásának a kezdete, vagy az előkezdete. Meglátjuk, hogyan alakul. Minden azon múlik, hogy mennyire szélesedik ki, vagy pedig nem ez a konfliktus, ha belekeverednek más nemzetek is, az orosz-ukrán nemzeteken kívül, ha az Európai Unió mint szerkezet, mint tömb implikálódik, ha a NATO implikálódik, és más országok, például Fehér-Oroszország, vagy Kazaksztán, vagy ha még arrébb menjünk keletre, Kína, és ha ne talán Isten őrizen egy világháborúvá szélesedik ki, akkor minden meg fog változni. Nem látjuk át, hogy hogyan. Nekünk az angyal nem mutatta meg látomásban, nem volt semmi álmom az éjszaka, de könnyen megtörténhetik azt, hogy ez a világrend megszűnik, és létrejön egy más világrend, amit majd meglátjuk, amikor megérkezik. A jelenlegi helyzet szerint milyen megérzéseid vannak, hogyan látod az eseményeket, egy világháborúnak a kitörése, a harmadik világháború megtörténhet-e? Nem azt kérdezem, hogy van-e esélye, mert hát esélye mindig mindennek van, de azt sem kérdezem, hogy mit nem szeretnél, vagy mit szeretnél, mert nyilván senki sem szeretné, hogy egy harmadik világháború létrejön, legalábbis itt Európában mi nem szeretnénk. Igen. Lóránt, én nem nagyon látom lehetőségét annak, hogy jelenleg egy harmadik világháború kitörjön. Mert ez egy atomháború lenne, és ez egy önmegsemmisítő küzdelem lenne, és ennek nem lennek győztesei, csak vesztesei. Csak vesztesei. Tehát aki először lő, az másodszor hal meg. Visszavágót kap az ellenféltől, és itt önpusztítást számítanánk be, megszűnne létezni Európa, megszűnne létezni Észak-Amerika, megszűnne létezni Ausztrália, Kanada, amennyiben belekavarodnának ebben a küzdelemben. És csak az atomon keresztül lehetséges egy harmadik világháború, most már, hogyha fegyverekről beszélünk. Igen. Szó
szoros értelmében igen. Tehát itt arról van szó, hogyha egymásnak feszülnek a hatalmak, kelet és nyugat, és konvencionális fegyverek által nem tudnak felülkerekedni, akkor odanyúlnak az atomfegyverhez. Én pontosabban Oroszországra gondolok, tehát konvencionális fegyverek útján Oroszországnak semmi esélye, hogy legyőzze Nyugatot és a NATO-t. Semmi esélye nincs. Tehát messze menőleg a NATO technológia felülmúlja minden tekintetben, számbeleg, minőségbeleg az orosz arzenált. És nem marad más lehetősége, csak az atomfegyver. Ha egy valaki elkezdi, a többiek folytatják. Tehát én ennek nem látok esélyt, és ilyen szövegösszefüggésben az a meglátásom, hogy ezt a háborút valaki irányítja, célzottan irányítja, és csak annyit fog kiszélesedni, amennyit ők megtervezték, előre lefektették kulisszákban a titkos szolgálatok által, addig, ameddig mind a két fél eléri a céljait. A célokat mi nem ismerjük, mert nekünk nem mondják el, ezek titkos dolgok, és a titkos szolgálatok arról szólnak, hogy azt, amit ők végeznek, az egy titkos dolog, és soha nem fogják elmondani nekünk. Mert ha elmondják nekünk, az már nem titkos szolgálat, az már egy publik dolog. Tehát mi csak azt látunk, amit a sajtóban látunk, de a sajtóbnak, amit a sajtóban látunk, annak nagy része hamisság és ferde, torzkép. Az nem felel meg a valóságnak. Ami a valósághoz tartozik, az a háttérben történik, a titkos szolgálatok útján, és azt nekünk nem mondják el. Biztos vagyok abban, hogy van egy közös megegyezés, még azt is feltételezem, hogy orosz-ukrán megegyezés létezik háttérben a titkos szolgálatok szintjén, csak azt nem tudják véghez vinni, ha kimarad a fegyveres konfliktus, akkor felhasználják ezt a fegyveres konfliktust azért, hogy ők elérjék a céljaikat. A fájdalmas része az, hogy ennek az áldozatai pedig szenvednek, rengetegen meghaltak, mások elmenekültek, óriás és felbecsülhetetlen anyagi kár, és így tovább, de hát ez a világ, amiben élünk, egy nagyon ferde és hazug világban élünk, ehhez hozzá kell szokni, addig, ameddig nem jön az Isten országa. Hogyan értékeled, meddig húzódhat el ez a háború, azok szerint, az események szerint, amelyek történtek az elmúlt néhány napban, mondjuk úgy hónapban most már, hogyha háborúra gondolunk? Határozott dolog, hogy az oroszoknak a szándéka nem az volt, hogy elhúzódjon a háború, hanem ők egy blitzkrieget akartak, az a gyors villámháború, ami néhány nap leforgás alatt végbe megy, megszűnik. És ez erre miből következtethetünk? Vagy milyen érvek szólnak emellett? Minél jobban elhúzódik a háború, annál nagyobb kárt szenved Oroszország. Akár katonailag, orosz katonák pusztulnak el, rengeteg orosz fegyver semmisül meg, ez egyrészt. Másrészt óriási a politikai veszteség, tehát most már az egész nyugati világ ellenük fordultak, ugye? Tehát a média egyöntetűen orosz ellenes lett, mindenütt útfélén mindenki az oroszokat szapolják és szidják. Bár az igazság nem éppen úgy van, hogy a média adja elő, de ez egy másik téma. Utána pedig a gazdasági szankciók által Oroszországnak súlyos vesztenévalója van, súlyos veszteségeket szenvednek, tehát egy elhúzódó háború orosz érdek ellen van. Nekik sokkal jobb lett volna, hogyha gyorsan lemegy, bekebelezik Ukrajnát, vagy kormányváltás történik, politikai rezsimváltás történik, egy olyan ember tettek volna az ország élére, aki orosz barát, akivel tudnak kiegyezni, és minden a helyére áll az orosz megértése szerint. Ez nem jött be. Ők tudják, hogy miért. Én nagyon sok sültelenséget láttam az orosz hadseregben, csodálkozom, hogy milyen balult csinálják, de ez egy másik téma, az ő részük, az ők bajuk, nem az enyém. De ez azt jelenti, hogy még húzódik, nem tudom mennyit. Én most már félek előre jelzéseket tenni, mert szentül hittem, hogy nem fog kitörni a háború, és tessék, kitört, úgyhogy most már minden lehetséges, de úgy gondolom, hogy hetek, legfeljebb hónapok leforgás alatt valamilyen egyességre kerül sor a két fél, és abba hagyják. Másképpen Ukrajna megszűnik létezni. Lehetséges, hogy a harmadik világháború nem fegyverek útján jön létre, hanem inkább egy gazdasági, politikai jellegű háborúra, krízisre lehet számítani, és hogyha igen, akkor miből fakadhat ez, milyen következményei vannak és lehetnek ennek az orosz-ukrán háborúnak? Most a harmadik világháború kifejezést használtad, hadd pontosítsunk. Létezik most is egy háború.
az már régóta folyik kelet és nyugodt között, csak az nem világháború, hanem gazdasági háború és politikai küzdelem. Ha pedig éles konfliktusról beszélünk, ami most Ukrajnában van, az a háborúnak a szó teljes értelmében, a nyílt konfliktus, a fegyveres konfliktus, arra én nem hiszem, hogy sort kerül. De egy küzdelem folyik állandóan nyugat és kelet között. Nyugat alatt azt értem, Amerika, Európai Unió, NATO, és minden, ami a nyugati szférához tartozik, az angol száz országok, és a kelet szféra pedig Oroszország és Kína főleg. Főleg Kína. Tehát Amerika és Kína között egy óriási gazdasági háború folyik, és attól tartok, hogy előbb-utóbb az nyílt fegyveres konfliktusává válik, mert ott keleten, Tajván körül komoly gondok vannak, ami nem érint bennünket, mi nagyon messze vagyunk, mint európaiak, de ott keleten a Tajván ügy az egy gordiószi csomó, és az nincsen megoldva, és ott egyre nagyobbak a feszültségek, csak a mi médiánkból mi nem veszük ezt, nem észleljük, és nem adja le a mi sajtunk, mert nem a mi érdekszféránkhoz tartozik. Azonban egész biztosra veszem, hogy egy új világrend létrejön, akár politikai, akár gazdasági, akár katonai konfliktus útján. Az biztos dolog. Várható egy új világrend, amely más alapokon történik, és amely egy központi kormányzás alatt lesz. Nem tudom pontosan, hogy. Nem gondolok arra, hogy csak egy kormány, egy elnök, nem erről van szó, nem nemzeti vezetés, nemzet közötti vezetés, amit teljesen nem látjuk át most, de ha a proféciát veszük, és a figyelembe veszük, mit ír a Biblia Jelenések 13. fejezetben, akkor látni fogjuk azt, hogy ott jelen van egy olyan vezetési forma, rendszer, aminek az egész világ behódol és elfogad. Így vagy úgy, nem tudom hogy, de ami el lesz fogadva, és ami várható a közel vagy távol jövőben, a jó atya tudja, ez minden azon múlik, Loránt, hogy mit szól az angyal, az Isten, az angyalon keresztül, annak a négy angyalnak, ami a Jelenések könyvének a 7. fejezetében jelennek meg, az első 3 versben, ahol azt olvassuk, hogy 4 angyal van a föld 4 szegletén, 4 égtáján, és visszatartják a szeleket. És jön egy negyedik angyal, parancsot ad neki hangos szóval, ne ártsátok se az embereket, se a fákot, se a növényeket, se az állatokat, ameddig az Isten nem helyez előző pecsétét gyermekeinek homlokára vagy jobb kezére. Van egy ilyen leírás a Bibliában. És amikor ez a folyamat végbe megy, akkor az Isten parancsol az angyalnak, hogy engedjék el a szeleket, és amikor azok elkezdnek fújni, mindennek vége. Tehát most jelenleg az én érzésem szerint, az én meglátásom szerint a 4 angyal még erőteljesen tartja a szeleket. És ez hála az Istennek, hogy meddig ez az Isten dolga, ő dönti, ő időzíti az eseményeket, de mi bízunk, hogy ő irányítja és kontroll alatt tartja a történelem eseményeit. Ahhoz, hogy megtaláljuk a bibliai alapot abban, hogy az Amerikai Egyesült Államok miért is lehet és kell végül legyen egy nagy világhatalom, ahhoz a Jelenések könyvéhez kell lapozzuk az ígét, és egy messzebbi megközelítést szeretném, hogyha elkezdenénk a mai alkalommal, a Jelenések könyvéhez tereljük gondolatainkat. És rögtön itt a bevezető részben hadd beszéljünk arról, hogy mi is a Jelenések könyvének a fő mondani valója, és majd ezt követően lássuk, hogy ebben az adásidőben, vagy a következő alkalommal fogunk beszélni részletesebben arról, hogy hogyan tudunk eljutni végül a világ más nagyhatalmaihoz, hogy így fogalmazzak. Igen, hát a következő percekben és még néhány műsor alatt közelebbről fogjuk megtekinteni Jelenések könyvének a 13. fejezetét. Miért a Jelenések 13. fejezetét? A Jelenések könyvének 22 fejezete van. És amúgy a Jelenések könyve a Bibliának egyik legnehezebb és nehezebben érthető könyve. De egyben a legfontosabb, vagy legfontosabb között tartozik, és nagyon aktuális üzenettel rendelkezik. És nekünk szükségünk van, hogy tanulmányozok a Jelenések könyvét figyelemmel, sok imádsággal, alázatos lélekkel, óvatosan, és tanuljunk belőle. Na most a Jelenések könyvének nagyon érdekes
irodalmi struktúrája van, vázlata. Ez egy hiosztikus vázlat, aminek a lényege a következő, tehát elindul egy ponttól A, B, C, a közepén van egy központi témostan, ismét B és A. És visszatér, ahonnan elindult ilyen piramis alakú a hiosztikus struktúra, a keleti irodalomban gyakori ez a struktúra, és több bibliai könyvben megtaláljuk ezt, akár csak a Jelenések könyvében is. A könyvnek a központját a 12., 13. és 14. fejezetekben találjuk meg. Ez a három fejezet alkotja a könyvnek a fő mondanivalóját, a fő témáját. És itt fedezzük fel Istent, aki a trónon ül. Tehát én így szeretem megközelíteni a Jelenések könyvét. Most hadd mondjuk el a kedves nézőknek, hogy a Jelenések könyvéről nagyon sok irodalom íródott, rengeteg irodalom, és nagyon sok vélemény van. És mindenki leírta a véleményét, hogy jónak látja, és tisztelünk mindenkit. Én a következő meglátást kedvelem jelenleg legjobban. A Jelenések könyvének a legfőbb mondani valója Isten, aki a trónon ül, aki az uralkodó, aki a földünk és a világ mindenség ura, Isten trónja. És akkor szeretném felhívni a figyelmedet és a kedves nézőknek a figyelmét a következőkre. Például a Jelenések könyvének a 4. fejezetében le van írva egy látomás a trónról, és ebben a látomásban 14-szer jelenik meg a trón. Az 5. fejezetben 5-ször jelenik meg a trón gondolat. És a trón megismétlődik a 14. fejezetben, ami minket érdekel, ahol szó van a 144 000-ről és a megváltottakról, akik új éneket élnek, talál ki hol? A trón előtt. Isten trónja előtt. Tehát a Jelenések könyvében nagyon sok témát találunk. Felette igen sokat és fontosak. Egy másik fontos téma az imádat. Ugye féljétek az Istent, és imádjátok az Istent, adjatok neki dicsőséget, ugye ez az angyalok üzenetéhez tartozik. És az imádat felette igen fontos üzenet. Így van. De én nem úgy gondolom, hogy ez lenne a könyvnek a fő mondani valója. Miért? Mert az imádat arról szól, hogy mit teszek én. És nem arról, hogy mit tesz az Isten. Én imádom az Istent. És akkor én kerülök a központban. És ez már egy hamis evangélium. Én, mint egyén, te, mi, mind emberek, semmi szín alatt nem lehetünk a központban. Volt valaki, aki a központban akart lenni. A neve Lucifer volt. Sátán lett belőle. Ő egyenesen az Isten trónját kívánta meg. És ez jelentette a bűn kezdetét. Tehát az imádat egy nagyon fontos téma. Az Isten arra hív bennünket, hogy engedelmeskedjünk és imádjuk őt. De nem jelenti a Jelenések könyvének a központi témáját, hanem a Jelenések könyvének a központi témája a trón. És az, aki a trónon ül, az az Atyaisten. Ezért mondja az írás, hogy Jézus az Atya jobbrára ült a trónra, mert ott a helye, azt illeti őt. És ezért mondja Jézus, aki győz velem, ül az én királyi székemben, a trónomban. Micsoda megtiszteltetés a megváltottak számára. Az imádat arról szól, amit teszek én. És ez egy pseudo-evangélium. A trón arról szól, mit tesz az Isten. Jelenések könyve nem arról szól, hogy mit teszünk mi, hanem arról, hogy mit tesz Isten. És nem csak Jelenések könyve, hanem az egész Biblia erről szól. Az egész megváltási terv. Senki ne gondolja, hogy a bibliai történetek az emberekről szólnak. Szó sincs róla. A bibliai történetek az Istenről szólnak. Az emberek csak eszközök Isten kezében. És mi, akik itt vagyunk jelenleg, amikor engedelmeskedünk az Istennek, akkor elfogadjuk az Isten ajánlatát. Nem mi valósítjuk meg az üdvösséget. Mi csak elfogadjuk az üdvösséget. Nem mi fogunk felülni az Isten trónjára, hanem az Isten visz bennünket az ő trónjára. Mit nyer az ember azzal, hogyha megérti ezt az életszemléletet, ezt a mennyei életszemléletet, amiben az ember igazából, ha bár a teremtés koronája mégiscsak másodlagos, és a teremtő az, aki minden imádatot megillet, és ő van a középpontban, sőt a mennyei trónusokon is.
többet kéne tanulmányozzuk Jelenések könyvének a 4. és az 5. fejezeteit. Gyönyörűek ezek, nagyon szeretem őket. Ahol a központi téma a következő, és minden élőlény, amelyik létezik a Földön, a mennyben és a menny alatt, Föld alatt, Istent dicsőíti éjjel-nappal, mondván méltó a megöletett bárány, hogy az övé legyen a dicsőség, a hatalom, a tisztesség és a jutalom. Örökkön örökké. Tehát ez a szemlélet, Isten trónjának a szemlélete, kiveszi a sorsunkat a kezünkből, és az Isten kezébe teszi. Mi posszesszív lények vagyunk. Szeretünk dominálni, szeretünk kontroll alatt tartani lehetőleg minél több dolgot. És rosszul érezzük magunkat, kényelmetlenül érezzük magunkat, amikor valami kicsúszik a kezünkből, és nem tudjuk kontrollálni. Akkor sebezhetőknek érezzük. De a megváltás nem arról szól, hogy én kontrollálom a dolgokat, hanem arról, hogy az Isten kontrollálja. A megváltás arról szól, és az Istennel való járás. Arról szól, hogy én engedelmeskedek az Istennek, és nem ő nekem. És például, ha lebontjuk ezt konkrétan, hát legtöbbünk ferdén fogjuk az imát, az imádkozást. Mert mi azt hisszük és úgy gondoljuk, hogy kérni kell az Istentől, hogy bennünket segítsen. És akkor nagyon sok hívő ember úgy képzeli, hogy az ima által Isten rendelkezésünkre bocsájtja önmagát. És te kérjél, és az Isten ad neked, amit akarsz. És ő fog szolgálni tegedet, de ez nem így működik. Nem Isten szolgál bennünket, hanem mi szolgáljuk az Istent. Senkinek képzelje azt, hogy ha sokat imádkozik, és bőjtöl, és jó életet él, akkor az Isten engedelmes neki, és mindent megad neki, amit kér. Nem. És akkor van egy közbeeső kérdés, nem retorikai, akkor miért van szükség arra, hogy imádkozzunk? Hogy bennünket felkészítsen az ima arra való, hogy bennünket felkészítsen, hogy megnyíljunk az Isten előtt. Mert olyan távol sodrotunk az Istentől, hogy már nem ismerjük az Isten hangját, nem halljuk az Isten hangját, nem tudjuk, hogy kicsoda Isten, és nem tudjuk, mit jelent az Istennel élni. Tehát akkor az ima az nem mindig, vagy igazából nem kérések sora kéne, hogy legyen, hanem az Isten dicsőítésről kéne szóljon. Éreztem egy ilyen utalást is a szavaimban. Nézd meg a Jelenések 4-ben és 5-ben, ott senki nem kér az Istentől semmit. Mindenki csak dicsőíti az Istent. De az Isten dicsőítés egy tágfogalom, amiben megtaláljuk azt is, hogy az Isten meghallgatja az imádságainkat és szolgál bennünket. De az ima nem arról szól, hogy az Isten megváltozik, hanem arról, hogy én kell megváltozzak, hogy megnyíljak az Isten előtt. Mert Isten soha nincs bezárva irántam. Soha nem zárkozik el tőlem. Én zárkozok el az Istentől. És nem neki kell, hogy megváltozzon, hanem nekem kell megváltozzak. De az ima csak egy példa. Tehát itt egy egész életfilozófiáról van szó. Ha az életet, az imádat útján vezetjük le, akkor minden arról fog szólni, hogy mit fogok tenni, és mit kell tegyek az Istenért. És akkor arra fogok igyekezni, minél többet cselekedjek, minél jobb legyek, minél többet áldozzak, minél szentebb legyek, hogy valahogy fogadjon el az Isten. És ez egy hamis kép a hitről. Mert soha nem leszünk szépek és jók és szentek az Isten szemében, mert csak bűnös emberek vagyunk. Ha pedig a trónt tesszük a központban is, az Isten, aki a trónon ül, akkor minden arról szól, hogy mit tett ő érettem. És azt, amit én teszek, csak egy válasz annak, amit ő tett. Egy hála és egy elismerés, egy köszönöm Uram. És az élet átrendeződik minden tekintetben. És amit teszek, nem azért teszek, hogy javítsam a helyzetemet az Isten előtt, hanem azért, hogy megháláljam. Köszönöm Uram, hogy te egy csodálatos Isten vagy. Nagyon szépek voltak ezek a gondolatok. Felvetődik akkor a kérdés, témakörünknél maradva, hogy hogyan kapcsolódik mindez, amit eddig elmondtál, a Jelenések könyve 13. fejezetéhez, illetve ahhoz a témakörhöz, amivel foglalkozni szeretnénk a tágabb értelemben, a világbirodalmak kapcsán. Lassan közeledünk ahhoz, amiről szó lesz. Lassan közeledünk. A Jelenések könyvének a 13. fejezete valamilyen formában kötődik, visszatükrözi, torz módon igaz, de visszatükrözi a látomást, amit János látott és leírt Jelenések könyvének a 4. fejezetében. És akkor már is szeretném olvasni Jelenések könyvének a 4. fejezetéből, olvasok néhány verset, pontosabban az 8. versig, hogy a kedves nézők hallják meg a látomást, és aki megteheti, elolvashatja a Bibliából. Én most elolvasom, de utólag ajánlom, hogy többször olvassák el a nézők, mert megéri. Tehát Jelenések könyve 4. része,
elkezdve az első verssel. Istenek ige így szól. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennybe, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáért, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Már is be van vezetve a trón. Tehát van egy trón, akin ül valaki, ez nem más, mint az Isten. Tehát figyeld meg, hogy az első dolog, amit János lát ebben a láttam, az a trón. Nagyon szeretem ezt a gondolatot. Erről még lesz szó az idők során. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlók. A trónus körül láttam 24 trónt, más trónok, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fejruhákba öltözve, és a fejüken aranykorona. Az aranykoronákkal még találkozom. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál közepén 4 élő lény, élő, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló. A harmadik élőlény olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös-körös és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Na most összegezzük egy picikét, és utána összehasonlítjuk a Jelenések könyvének a 13. fejezetével, és lásd, milyen érdekes párhuzamokat fedezünk fel. Tehát mit látott János Jelenések 4-ben? Az első az, hogy Isten, aki a trónon ül. A trón nem volt üres. Az üres trón nem ér semmit. Az egy földi értelemben is. Üres trón, nincs király, nincs királyság. A trón akkor értékes, felértékelődik, amikor foglalt, és az Atya Isten a trónon ül. És már mondtam az imént, hogy Lucifer azt kívánta meg, a trónt. És tudod, hogy mi tudjuk a következőket, a szívünk trónját Isten kell elfoglalja. És ha az Isten lelke vezeti a szívünk trónját, akkor az Isten irányítja az életünket. És amikor az én foglalja el életünkben a trónt, a vezérkormány, az Isten nincs jelen az életünkben. Másodszor, Isten trónja előtt 7 lámpás égett lobogó lánggal, azaz az Isten lelke. Így látta János, 7 lámpás, a Szentléleknek a jelenléte. A trónusnál közepén 4 élő lény, vagy lelkes állat károli fordításban élő lény, jobb ez a kifejezés. Elől és hátul szemekkel tele, Isten gondviselését jelentik ezek. Isten mindent tud és mindent lát. Az első élő lény oroszlánhoz volt hasonló. A második bikához volt hasonló. A harmadik élő lény olyan volt, mint egy ember, vagy ember arca. A negyedik élő lény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös-körül belül és kívül tele volt szemekkel, és volt 24 vén, a fejükön pedig aranykorona volt. Ezek pedig, és az élőlénnyel együtt, éjjel és nappal, mondja János, dicsőítették az Istent, mondván, szent, 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 az Úr a mi Istenünk. Tehát ez a 4. fejezetnek a látomásos. Most nézzük meg, mit látott Dániel és János. Dánielre gondolok, a Dániel könyvének a 7. fejezetére, és Jánosok 13. fejezetére. Azért itt el tudjuk mondani azt, hogy a Dániel könyve 7. fejezete, habár másképpen, de végül is ugyanazt mondja el, mint a Dániel könyve 2. fejezete.
Mint... Hát párhuzam fejezetekről van így itt van. Szó. Így csak van. A hetedik fejezetben már nem a világbirodalmak nem állóképben, hanem állatarcokban vagy így állatfigurákban kerül bemutatásra. De az üzenet egy is ugyanaz. És a nyolcadik fejezetben is. Tehát Dániel proféta a hetedik könyvében a következőket írja le. Látott négy igen nagy vadállatot, amely kiemelkedett a tengerből. Az első olyan volt, mint egy oroszlány, és sas szárnyai voltak. Ez megjelenik jelenések négyben is. A második olyan volt, mint egy medve. A harmadik olyan volt, mint egy párduc. Négy madárszárny volt a hátán. És a negyedik vadállat ijesztő, rémület és rendkívüli erős volt. Ebből egy kis szalt emelkedett, amelynek szemei voltak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt. És most nézzük meg, hogy mit látott János Jelenések 13-ban. Azt mondja, és láttam, hogy a tengerbőr fején egy fenevad. 10 szarva és 7 feje volt. Szarvain 10 korona, és a fején Isten káramló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvé, szája, mint az oroszláné, a sárkány átadta neki erejét, trónját és a nagy hatalmat, egy nagy hatalmat. Tehát mit látunk? Látjuk, hogy a sárkány a fenevadot fölemeli, és neki adja a hatalmát. És minden ember azt imádja. A fenevadnak 10 szarva van és 7 feje, és rajta koronák. Az egész föld csodálja ezt a fenevadot, ami azt jelenti, hogy maga alá hajtja, az uralma alá hajtja őket. Tehát Dániel proféta könyvének a 7. fejezete és a Jelenések könyvének a 13. fejezete Jelenések könyvének a 4. fejezetben leírt látomásnak a hasonmása, a megmásított képe. Isten megmutatta Jánosnak a 4. fejezetben a trónt, és azokat, akik körülötte voltak, Sátán látta, megragadta a képet, és megmásította 4 világbirodalomban, Dániel 7, az állatok majdnem ugyanazok, mint a 4. fejezetben, Jelenések 4-ben, és Jelenések 13 pedig úgy szintén ugyanaz a gondolat ismétlődik meg, csak még részletesebben. Ezt fedezzük fel, és hadd mondjuk el azt, a 4. fejezetben, Jelenések 4-ben Isten jelenik meg, aki a trónon uralkodik, a trón Isten uralkodásának a jelképe, Jelenések 13-ban pedig a sárkány jelenik meg, és a két fenevad, amiről fogunk részletesebben tanulmározni, a fenevadnak a sárkány uralkodást ad, és hatalmat. Ezek körül fognak forogni a gondolataink a következő előadásokban. Gondolom, hogy a következő alkalommal idő fog jutni arra, hogy beazonosítsuk ezeket az érdekes szimbólumokat, képeket, hiszen a Jelenések könyve, ha bár egy nehezen értelmezhető könyv, de nem értelmezhetetlen, hanem megvannak a kulcsok, aminek a segítségével megtaláljuk mindennek az értelmét. A mai alkalommal köszönöm, hogy ezt a hasonlatot bemutattad a mi számunkra, amiben azt értettük meg, hogy az ördög lépten nyomon a Jóistent próbálja meghamisítani és meghamisítatni az emberek előtt, önmagát bemutatva Istenként az emberi család előtt. Ez véleményed szerint miért szándéka az ördögnek, és miért veszélyes nekünk nem felismerni az ördögnek ezt a munkáját? Lóránt, amikor Jézus a Földön van, azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus az igazság. Jézus az út, amely az Atyához vezet. Jézus nélkül nincs út az Atyához. Jézus nélkül nincs út az igazság felé. Jézus nélkül nem létezik igazság. Jézus nélkül nem létezik élet. Sátán pedig Isten helyét akarja elfoglalni. Akarta és még mindig akarja. A világ mindenség trónját már nem tudja elfoglalni. Jézus győzött a Golgotánál. Sátán egy legyőzött ellenség. De nem adta fel a küzdelmet. És folytatódik a küzdelem a mi életünkben, az én és a te lelkedben, és minden tévénéző lelkében. És kedves tévénézők, igazából itt a
küzdelem arról szól, hogy a mi életünkben ki ül a trónon. Ki vezeti az életünket. Ha az Isten szolgáljuk és elfogadjuk az ő állatát, akkor ő helyet foglal a trónunkban. Én az ajtó előtt állok, azt mondja az Úr, és zörgetek. Ha valaki megnyitja, én bemenyek és vacsorázok vele. Ez arról szól, hogy ő helyet akar foglalni Jézus szívünk és életünk trónján. És ez megtörténik, akkor az övé leszünk örökre. Ha pedig ez nem történik meg, akkor jön az ördög, és az ént ülteti vissza a trónra. És én leszek az Úr, és én leszek az életem vezetője, és te leszel az életed vezetője, és ez örök pusztuláshoz vezet. Erről szól a Jenések könyve. A trón életünk központjában kell legyen. És ez nem rólunk szól, hanem az Istenről szól. És amikor mi elfogadjuk az Isten ajánlatát, és megengedjük, hogy ő a trónunkra üljön, akkor ő vezeti az életünket az élethez. Az ördög mindent megtesz annak érdekében, hogy megtévesszen bennünket, elszakítson az Istentől, távol tartson az Istentől, és az örök pusztulásra vezessen minket kergesen. Az, aki elfogadja Istent és Jézus Krisztust, megtalálja vissza az utat az Úrhoz, az élethez és az igazsághoz. Hát erről szól a Jelenések könyve, és erről még bővebben a következő műsorokban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, hogy folyamatosan ezekről a gondolatokról beszélgethetünk. Isten áldása maradjon velünk, és találkozunk egy hét múlva. Amen. Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. Jó volt újból átbeszélni néhány gondolatot úgy a Dániel könyvéből, mint friss gondolatokat megemlíteni a Jelenések könyvéből, illetve utalni az aktualitásokra, amelyek napjainkban történnek világunkban. Azért egy gondolatot ne felejtsünk el, hogy a Jóisten még az ő angyalai által visszatartja a szeleket, és még lehetőséget ad arra, hogy mellette döntsünk, látva a nehéz eseményeket, látva azt, hogy még milyen sok minden megtörténhet, amely a világ mindenséget, a világtörténelmet nehezebb sorsa fogja fordítani, még ezek nem következtek be. Isten segítsen meg, hogy mindaddig tudjunk mellette dönteni és tapasztalatot szerezni a Jóistennel, ameddig el nem pecsétel önmaga számára, ameddig meg nem jelöl önmaga számára, hogy megbékélve és biztonságban tudjunk Istennel haladni életünk során. Köszönöm, hogy velünk tartottak, várom Önöket egy hét múlva is a viszontlátásra.
Moldován Vilmos, két advent. Először csendben jött, mint gyermek, egy szép csillagfényes éjszakán. S távoli öreg fejedelmek mendegéltek a csillag nyomán. Jött, mert az Isten megígérte, várta őt egy kicsiny árva nép. Tengernyi sóhaj szállott érte, s jöttét jelezte a csillagkép. De az adventvárok nem tudták, s ez a keserű tragédia, hogy fényűzés helyett az utcák vándora lesz az Isten fia. Eljött a békességes éjben, a béke illatát szórta szét. Kard villant Heródes kezében, mikor hallotta érkezését. Övéihez jött, s nem fogadták. Egyszerű volt, nem volt otthona. Vérpatak szántotta az arcát, s fején fény lett tövis korona. Kik nem várták őt Betlehemben, mikor az ős íge testé lett, gúnyolták, űzték, s kékre verten, adták rá a véres keresztet. Ez volt az első advent. Mielőtt égbe szállt a Mester, új, dícsőbb ígéretet hagyott, hogy eljön glóriás sereggel, de az órát nem mondott, sem napot. Egy új advent küszöbén állunk, hirdetik a föld s a csillagok. Jön Jézus Krisztus, akit várunk, kinek fején dicsőség ragyog. Övéi itt, mint hajdan Izrael, csillagok járását nem látják. Új gyilkosok tűnnek ma is fel, új Golgoták, új Kálváriák. A békesség égi hírnöke süket, botorfülekre talál. Pedig szól a nyomor özöne, sír a fájdalom, búg a halál. A pásztor lelkek száma kevés, kik hittel kémlelik a mennyet, s kiket nem csüggeszt a szenvedés, hanem új advent felé mennek. Ó, eljön Urunk, akit várunk, hirdeti a nap, a föld, az ég. Angyali karral jön utánunk, s lesz boldogság, örök békesség. Ez lesz a második advent.